Idén rendhagyó formában ünnepelhették a püspökladányi lakosok, államalapító Szent István királyunk és az új kenyér ünnepét augusztus 20-án. A járványügyi készültség, valamint az 500 fős korlátozás értelmében három helyszínen, a szabadtéri színpad mellett a Sárét Kincse püspökladányi gyógy és strandfürdő előtti területen, illetve az újtelepi segítőkezek intézményében zajlottak a programok. A Szent István emlékműnél megtartott városi ünnepség 18 órakor Tóth Lajos polgármester beszédével vette kezdetét. Tisztelt ünneplő közönség! Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket itt városunk egyik legpatinásabb terén, a Szent István emlékmű mellett a katolikus templomunk előtti téren. Örülök annak, és egyúttal köszönöm, hogy elfogadták püspökladánya város önkormányzata meghívását. Köszönöm, hogy együtt ünnepünk a Magyar Köztársaság hivatalos alaptörvényünkben is deklarált ünnepén. Augusztus 20-a a magyarság legősibb nemzet ünnepe, mégis a legsok nevűbb, legsok arcúbb ünneppé lett a történelem különböző korszakaiban. Államalapításunkat, Szent István királyunkat, és az életet jelentő új kenyeret is ünnepeljük ezen a napon. A polgármesteri köszöntő után Tányér József szavalta el Reményik Sándor Mindennapi kenyér című versét. Amit én álmodom, nem fényűzés, nem fűszer, csemege. Amit én álmodom, egy nép szájában betevő falat. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, lelki kenyér az éhező szíveknek, asztaláldás mindenki asztalán. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, nem szifraság a szűrön, nem sújtás a magyarkán, nem hívságos ünnepi lobogó, kenyér vagyok, mindennapi kenyér, nem pompázom, de szükséges vagyok. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, ha tollat fogok, kenyeret szelek, kellek, tudom, kellek nap-nap után, kellek, tudom, de nem vagyok hiú. Lehet magára hiú a kenyér? Csak boldog lehet, hogy megérte ezt. Kellek, ezt megérteni egyszerű, és nincs tovább. Az álmom néha kemény keserű, kérges, barna, mint sokszor a kenyér, de benne van az újrakezdés magja, de benne van a harchoz új erő, de benne van az élet. Az új kenyeret Pella Pál református lelkész áldotta meg. Legyen áldotta mindenható Isten, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy és örök, igaz Isten. A mi Istenünk áldja és szentelje meg ezt a kenyeret, szentelje meg azt a földet, amelyből vétetett, amelyért őseink küzdöttek, és amelyet hitünk szerint a magyarságnak ő maga adott. Tartson meg bennünket sokáig ezen a földön áldással, örömmel és egészséggel. Így legyen mindörökké. Amen. A város legfiatalabb polgárának köszöntése után Göbölös Krisztina Márta és Kádár János Szabolcs ünnepi műsorát hallgathatták meg az egybegyűltek. Úgy kell, hogy te is értsd, nem éltél hiába az a hely, ahol élsz, világnak világa az égig. Száj, száj, sólyom szárnyát, három hegyen túl. Száj, száj, ott várok rá, ahol véget ér az út. Az augusztus 20-ai rendezvénysorozat a városi ünnepséget követően három helyszínen folytatódott. A művelődési központ mögötti szabadtéri színpad mellett a Sárét Kincse püspökladányi gyógy és strandfürdő előtti füves terület és az új telepi segítőkezek intézménye adott otthont az eseménynek. A szabadtéri színpadon már augusztus 19-én elkezdődött a program a felvidéki Martosi Hagyományőrző Együttes műsorával.
néptánc után az István a király rockopera alapján készült Elkésett a békevágy című darabot tekinthette meg a közönség a szabadtéri színpadon. Tulajdonképpen a már sokak által ismert István a király című rockoperából a zenei betéteket vettük elő, 8 táncossal és 4 énekesekkel ezeket fogjuk előadni ma a közönségnek. A táncosok többségében a debreceni Medgyessy gimnáziumba járnak, Zsila Noémi, Bede Robert, Kökényesi Péter, Keserű Csenge, valamint 2 püspökladányi kenderkócos táncos, Vas Fruzsina és Jenei Dénes lesznek a mai napon a táncosok, az énekesek pedig Metz Anna, Kis Alexandra, Zádori Szilárd és én Gyányi István leszünk. Atyádat kért, hogy segítse, nagyobb úr, mint az Isten, nem sokára kopány lesz a felelet. Valakinek holnap le kell győzni a sötétséget. Mondd, te kit választanál? A régi meséket. Búmon, te kit választanál? Valakinek holnap meg kell váltani ezt a világot. Mond, te kit választanál? Valakinek holnap le kell tépni magáról a láncot. Búmon, te kit választanál? De két tűz között válaszúton békét csak bolond remény. Mondd, mennyit ér az ember, ha tisztessége gyenge? Mondd, mennyit ér, ha készül véres győzelemre? Másnap, augusztus 20-án 19 óra 30 perctől kezdődtek a színpadi műsorok a kijelölt helyszíneken. Az augusztus 20-a egy olyan nemzeti ünnepünk, amely itt Püspökladányban hagyományosan mindig egy nagy rendezvény kíséretében zajlik. Ez alkalommal, ez évben ugye a járványhelyzet nem adta meg számunkra ezt a lehetőséget. A jelenleg érvényes jogszabályok szerint zenés-táncos rendezvényt 500 fős részvételi korlát mellett lehet megszervezni, megtartani. Mi is ezt vettük figyelembe. Így az a döntés született, hogy meg tudjunk felelni a jogszabályi előírásoknak, és valamelyest tudjuk pótolni az ilyenkor szokásos rendezvényeinket. 3 helyszínen zajlanak az események, illetve a kulturális rendezvények. Az augusztus 20-ai rendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a részvételt regisztrációs jegyhez kötötték a szervezők, így biztosítva a kormányrendeletben meghatározott 500 fős részvételi limit betartását. A 3 kijelölt helyszín a Dorogi Márton Művelődési Központ mögött lévő szabadtéri színpad, a strandfürdő előtti terület, illetve az új telepen a segítőkezek szociális szolgáltató központ telephelye. A 3 helyszínen zárt, körülhatárolt területeket alakítottunk ki, és előzetes regisztrációs jegyhez kötöttük, vagy kötjük a rendezvények látogatását. Ez azt jelenti, hogy a biztonsági személyzet azokat fogja beengedni a kordonnal elzárt területre, illetve a rendezvényre, aki regisztrációs jeggyel jelentkezik. Tehát
nagyon szigorúan vesszük ezeket az előírásokat. Semmiképpen nem szeretnénk, hogyha nem tudnánk megfelelni a törvényi előírásoknak. Ezt olyannyira szigorúan vesszük, hogyha úgy látjuk, hogy a közönség nem együttműködő, vagy bármilyen okból kifolyólag nem tudjuk betartani az előírásokat, akkor a rendezvényt azonnali hatállyal be fogjuk szüntetni. Én nagyon bízom benne, és nagyon remélem, hogy ilyenre nem kerül sor, mert nagyon készültek a kollégák, pontosan amiatt a bizonytalan helyzet miatt, amiben hónapok óta vagyunk, többször újra kellett tervezni az augusztus 20-ai programsorozatot is. Rengeteg munkája van a kollégáknak, az önkormányzat kollégáinak, dolgozóinak abban, hogy ez a mai nap most ilyen formában megvalósulhasson, úgyhogy én emiatt is nagyon remélem, illetve hát természetesen a püspökladányi lakosság miatt, mert azt azért látjuk, tapasztaljuk, hogy van igény ezekre a rendezvényekre, hiszen a regisztrációs jegyek szinte pillanatok alatt elfogytak. Úgyhogy mindezek miatt én tényleg őszintén remélem, hogy nem kerül ilyenre sor, és zökkenőmentesen meg tudjuk tartani ezeket a rendezvényeket ma este. A rendezvény probléma nélkül lezajlott, a szabadtéri színpadon retró slágereket hallhattak a résztvevők a kora esti órákban. És amíg ér többé nem fejtelet, ha egy luxus lakosztályt én kiveszem, megveszem. Mentor! Az eseményre ellátogatott Tóth Lajos polgármester is, aki televíziónknak kifejtette, miért tartotta fontosnak az önkormányzat a jelenlegi helyzetben a rendezvény megtartását. A vírus helyzet az ugye egy fél éve körülöttünk van, és váratlan sokáig itt lesz még körülöttünk az a veszélyhelyzet, amelyik akadályozza a normális mindennapi életünket. Az életnek mennie kell tovább, ezeket a problémákat, mint minden mást is kezelni kell, alkalmazkodni kell hozzá, ha amennyiben lehetőség van, minden kockázatot minimalizálni kell, és meg kell tenni azokat a lépéseket, amit most a szervezők megítésem szerint maximálisan megtettek, tehát előzetes regisztrációhoz kötötték a rendezvényeinken való részvételt. Kisebb rendezvényeket tartunk, hogy a központi előírások szerinti létszámkereteken belül tudjunk maradni. Nyilván a veszélyhelyzet a kockázatok minimalizálása érdekében. Tehát a regisztráció után csak a regisztráltak vehetnek részt. Fizikai korlátokat hoztak létre a szervezők a rendezvények körül, tehát hogy ne lehessen úgymond regisztráció nélkül és karszalag nélkül bejutni. Megnövelték a rendezők létszámát, és minden egyéb előkészítő biztonsági intézkedést megtettek annak érdekében, hogy minimális kockázatokkal, de a rendezvények megvalósulhassanak. Amúgy meg augusztus 20-a egyik legszebb ünnepünk, tehát megítélésem szerint az ünnep része az is, hogy még a felelősség teljesen és kicsit most az idejében visszafogottan is, de szórakozzunk egy kicsit, és bízom benne, hogy a három helyszínen kiki megtalálja azt a lehetőséget, amelyik személyiségéhez legközelebb áll, és leginkább abban bízom, hogy a jó szórakozás mellett semmiféle negatív utolatása nem lesz a mai rendezvényének. Bízom benne, és úgy látom, az előkészületek terén mindent megtettek. Elmaradt az augusztus 20-ai eseményt kísérő tűzi játék. Tóth Lajos erről is beszélt televíziónknak. A központi döntés született a tűzi játékok elmaradásáról.
Ha mondhatom személyes véleményemet, tehát ebben nem kellett nekünk döntenünk. Személyes véleményem szerint legalább a kutyák és a cicák nyugodtan maradnak ma este, félretéve az éjfát. Véletlen azért, mert ott igazán nem lehet úgy limitálni a létszámot bizonyos helyeken, hogyha nagyobb mértékben koncentrálnak az emberek, akkor veszélyes pontok kialakulhatnak ki. Lehet, hogy ez nem a mi városunkban lenne igazán kiemelt kockázat, hanem más településeken, de megszületett a központi döntés, ehhez természetesen alkalmazkodunk, tudomásul veszük, így városunkban is elmarad a tűzijáték, ami egy kiemelkedő pillanata szokott lenni minden augusztus 20-i ünnepségnek. Bízom benne, hogy ennek hiájában is mindenki emelkedett ünnepet fog élni, és jól érzi magát a est háttevő kulturális programjain. Majdnem szerelem volt, és majdnem igazi bány. Egy percig fölénk hajolt, már ment is tovább. Majdnem sikerült már, egy lépés volt csak az ég. Az álmok kötfágyulát, te tépted szét. A polgármester hozzátette, hogy a veszélyhelyzet alakulásától függően több rendezvény is várható a közeljövőben Püspökladányban. Elég sok olyan program elképzelés terv van még a Tarsolyban, nem feltétlenül az önkormányzat, hanem civil szervezetek, tájékoztató központ és még sok-sok etéren aktív szervezet Tarsolyában, amelyek megfelelő körülmények esetén megtarthatók. Erre a hagypályázat keretében ismereteim szerint források is állnak rendelkezésre. Amennyiben minden körülmény adott lesz, akkor ezeket igyekszünk segíteni. Igyekszünk biztosítani minden lehetőséget, hogy ez megvalósulhasson. Természetesen az egészségügyi helyzet, illetve a kockázatok mértéke fogja meghatározni, hogy ezekre sor kerülhet. Az augusztus 20-ai rendezvénysorozat az este további részében sztár vendégek fellépéseivel folytatódott a kijelölt helyszíneken. A Művelődési Központ mögötti szabadtéri színpadon Berecki Zoltán, a Sárét Kincse Püspökladányi Gyógy és Strandfürdő előtti füves területen Dérheni, az Új Telepi Segítőkezek intézményében pedig Kökény Attila koncertjén vehettek részt a regisztrációs jeggyel rendelkező lakosok.